A nagy teremben elsőként Hernyák Zsóka és Molnár Gábor Nóra alkotását láthatta a közönség. A szerző nem vett részt a próba folyamatban, így számára is meglepetés volt az előadás. Elképzeltem, és teljesen ellentétes módon, tehát én minimalista jelmezeket, minimalista, tehát technikailag nem is képzeltem díszletet. Az egyetlen dolog, amit elképzeltem, az az úgynevezett salter, amit itt tévével oldottak meg, ami szerintem egy érdekes megoldás volt egyébként, erre nem gondoltam, szuper. Azt képzeltem, meg érdekes, hogy egy hangos bemondót írtam a szövegbe, amit felosztott a két színész között, akik mikrofonba beszéltek. De teljesen más megoldások születtek, annál, mint amit én elképzeltem, de egész érdekes volt. Mészáros Anikó szövegét Crnkovics Gabriella adaptált a színpadra. Ezt a darabot a kisteremben láthatta a közönség. Crnkovics Gabriella a legjobb rendezőnek bizonyult, annak ellenére, hogy mint mondja, tartott attól, hogy egy nap alatt hogyan tudja a színpadra vinni a szöveget. Elsősorban a dráma a lényeg. Tehát ezt kell szem előtt tartani, hogy a drámát tegyük színpadra, hogy láthassák, mert nem tudja a közönség elolvasni. És akkor a felelősség azon van, hogy megtartani a drámát, a dráma lényegét. A közönségnek a Celler Kis Tamás által írt darab tetszett legjobban, amelyet Jámbor József rendező állított színre. Abszolút elégedett vagyok, és nem voltam nagyra vágyva ezzel kapcsolatban. Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy egy használható szöveget írjak, ami a rendezőnek se okoz gondot, mert ugye nekik is 24 óra áll tulajdonképpen rendelkezésükre, illetve a színészeknek sem okozom problémát, és végig is úgy érzem, hogy ezt sikerült teljesítenem. Az esemény idén is egy nagy színház közösségi alkotói találkozás volt, amely összeköti a múltat, a jelent és a jövőt. Az idei szakmai zsűri elnöke Vicsek Károly volt, az ő igazgatása alatt indult útjára 20 évvel ezelőtt ez a verseny. A bíráló bizottság tagja volt még Szögi Csaba és Jónás Gabriella is. Mindhárom írásmű nagyszerűre sikeredett, és tényleg nehéz volt dönteni, mert mindegyiknek volt olyan erénye, ami a másikban nem volt meg, és mindegyik valamennyiben különbözött egymástól, de ugyanakkor voltak hasonlóságaik is. A zsűrinek nehéz dolga volt, amikor a legjobb főszereplőket kellett kiválasztani, amivel a szerzők a drámák karaktereinek majdnem egyforma színpadi jelenlétet szántak. A legjobb férfi mellékszereplő Pongó Gábor, a legjobb férfi főszereplő Németh Attila, a legjobb női mellékszereplő Krizsán Szilvia, a legjobb női főszereplő pedig László Judit lett. A díjkiosztó után Raffai Ágnes színművésznő ismertette az elmúlt két évadban nyújtott legjobb színészi alakításokért járó Pataki Gyűrű díj várományosainak névsorát. A jelöltek Németh Attila, Osvár Róbert, Fülöp Tímea, Kucsov Borisz, Pálfi Ervin, László Sándor és Szilágyi Áron.